mennyire készülnek a nagykovácsi óvodások, illetve óvodapedagógusok az ünnepekre, illetve az ünnepekre eső és azután talán még tartó téli szünetre. Szabó Orsolya, a Kispatok óvoda vezetője nyilván elmondja. Az ünnepekre való készülődés éppen a napokban kezdődik, hiszen az adventi időszak előtt állunk. Most lecsendesedett minden csoportunk, dekorációkban is azt látni, hogy apróságokkal már elkezdődött a készülődés, és hát valóban készülünk, aztán majd a mikulásvárásra és a karácsonyváró délutánok időszaka jön el. A szünetekkel a Nagykovácsi Általános Iskolához szoktunk igazodni, hiszen a nagycsaládosok miatt, akik iskolába járnak testvérek, ott a kisebbeket sem nagyon szokták hozni. Tehát egyelőre úgy tűnik, hogy a január 2-től 8-ig tartó időszakban jelentősen lecsökken majd a gyereklétszám, ezért a Száva utcai kis tagóvodánkat fogjuk vélhetően nyitva tartani emiatt. Az, hogy a gyereklétszám, ahogy említette a korábbi beszélgetéseink alkalmával, a korábbinál egy kicsit alacsonyabb, vagy jelentősen alacsonyabb, ezt majd megmondja. Ez például szerepet játszhat-e abban, hogy önöknek is, mint minden más intézménynek Nagykovácsiban a energiaválság miatt takarékoskodnia kell? Takarékoskodás miatt teljesen más intézkedések következtek, mint a gyereklétszámból kifolyólag. Azért, mivel egyre kevesebb gyerek jelentkezik a Nagykovácsi Kispatak óvodába, egy olyan intézkedést fogadott most el a képviselőtestület rendeletben is, amely arra vonatkozik, hogy a kis Száva utcai tagovodánk, mely mindösszesen 50 gyereket tud fogadni, ezt az óvodaépületet vélhetően július 1-ével ideiglenesen bezárjuk. Tehát előzetesen úgy látszik, hogy a jelentkezők száma, tehát az a korosztály, aki óvodaköteles korba lép, nem lesz olyan létszámú, akikkel fel tudnánk tölteni teljes egészében az intézmény, tehát bőven lesz hely, és ezt a két csoportot, a Száva utcából a Cinege és a Tengelice csoportot pedig ide fogjuk integrálni a másik két óvodaépületbe, és maradhatnak egyben a csoportok, tehát őket semmiképpen nem fogjuk széjjel szedni. Várható valamikor, hogy ez a demográfiai luk, ami most kialakulóban van, hogy ez megszűnik és újra teltházasak lesznek? Nem, ugye 3 évet látunk visszamenőleg, hiszen az óvodaköteleskor 3 évesen kezdődik, hogy állandósult az a születésszám, amely egy ilyen 80-82-3 körül van Nagykovácsiban jelenleg. Amiért a bölcsőde tele van, az ugye az az indoka, illetve az az oka, hogy megépült a plusz két csoport, és a magánbölcsődékből, a családi napközékből úgymond felszívta ezeket a gyerekeket, tehát ott ezért látszik a telített létszám. Nálunk viszont már egyértelműen az látszik, hogy itt viszont már üres férőhelyekkel vagyunk és küzdünk. Kevesebb gyerek viszont egy személyekre lebontva többet tud mászni az új mászófalon. Igen, a falra mászunk valóban, hiszen mászófalat avattunk Nagykovácsiba. A májusi óvodabálunk eredményeképpen több mint 2 millió forintot tudtunk összegyűjteni, és az álmunk az volt, hogy ide a legnagyobb épületbe, a Kasszáló utcába egy mászófalat telepíthessünk, ami meg is történt, és ez egy hatalmas siker, mert nem egy icipicike kis mászófal lett, hanem egy hatalmas kis komplexum szinte, amit egy egész csoport akár egyszerre is tud használni. Ezt avattuk fel nemrég. Én egy kicsit tériszonyos vagyok, de minden ilyen hülyeséget kipróbálok szívesen. A pedagógusok kipróbálták, mielőtt a gyerekeket ráengedték erre a falra. Ez az egyik kérdés, a másik szintén ide kapcsolódik, hogy a gyerekek valamilyen biztonsági kötéllel másznak, vagy aki ügyesebb, az mehet anélkül is. Tehát milyen szabályokkal dolgoznak? Ezt a mászófalat azért úgy kell elképzelni, hogy az óvodás korosztálynak készül. Tehát a legmagasabb pontja 2,5 méteren van, nem pedig úgy kell elképzelni, mint az iskolákban, amikor valóban biztosító kötéllel egymást tartják a gyerekek. Ez a mi szempontunkból egy csoda viszont. Az óvonék pedig kipróbálják. Tehát mindent, amit a gyerekek használnak, azt az óvonéknek tudniuk kell, mire alkalmas, hogy lehet használni, és valóban ez egy olyan mászófal, amit a felnőttek is nyugodtan használhatnak. Terveink szerint a csoportok délelőttjébe beleintegrálódik a mászófalnak a használata, és a délutáni időszakban pedig külön órákat is tudunk már rá szervezni, van rá jelentkező, aki szeretné ezeket vezetni. Ha már szóba jöttek a játékok, amennyiben ezt játéknak, sporteszköznek lehet tekinteni, mennyire korszerűek az óvoda játékai? Van-e szükség és mód ezek frissítésére, felújítására? Mert egy idő után, főleg, hogyha a gyerekek használják, még a rendeltetésszerűen is,
előbb-utóbb a kis műanyag teherautónak kitörik a kereke, a építőkockák megsérülnek, mi a helyzet? Kiváló tárgyi felszereltséggel rendelkezik az óvodánk, ez idáig minden évben, évközben is és karácsonykor is volt arra lehetőségünk, hogy plusz beszerzéseket eszközöljünk, és én azt gondolom, hogy itt a nagykovácsi családok pedig annyira szeretnek minket, hogy az otthon megunt játékaikat, vagy ha kinőtték a gyerekek, akkor nagy szeretettel hozzák ide az óvodába, és ajándékozzák nekünk. Továbbá az alapítvány is rengeteget segít ebben. Nem kis dolog azért ennek a gyereklétszámnak ünnepváró igényeit kielégíteni megfelelő programmal, dekorációval, esetleg étterrel, itallal. Jut idő a családi ünnep megalapozására is? Mindig úgy csinálom, hogy az én családom azért ne szenvedje ennek kárát, úgyhogy nagyon igyekszem. Nekem ez a másik családom itt az óvodában, és róluk is gondoskodunk, tehát karácsony itt is lesz majd a dolgozóknak is. Éppen most szerveződik, a tagovoda vezetők ezen dolgoznak éppen. Jó készülődést kívánok! Köszönöm a beszélgetést! Köszönöm szépen!